Sziasztok, ez itt Zsoált. És a Zelda Ocarina of Time. Mindegy. Szóval ez itt a következő rész. Amikor is tovább haladunk a Fire Temple-ől borzasztó útvesztőjében. Megpróbálok gyorsan haladni. Hogyha minden igaz, akkor jó kis boss fight is fog következni. Ami nagyon izgalmas lesz. Kezd megnézem mennyi az idő, hogy tudjam, hogy hol járunk. Ezt nektek nem kellett volna tudni, de mindegy. Jó. Szóval itt is megint cseleskedünk, rádobjuk a bombát a kristályra, amitől elalszik a tűz. Automata tűz, ilyet a valóságban is be kéne vezetni. Ja, mi lenne, ha elindulnék itt? Elkezdtem fészkelődni, mert hogyha ilyen szakmai titkokat akartok tudni, mindig kurva kényelmetlenül ülök, amikor fölveszem a videókat, és most berendeztem magamnak egy kis sarkot egy fotellel. Hát, ha jobban bírom a megpróbáltatásokat. Na, de ahogy a játékról is beszélünk, most az történik, hogy bejöttünk ebbe a nagy terembe, ahol remélem, hogy egyből az a kezem, hogy le fog esni. Azért, hogy ott ég egy tűz, hogyha oda fölnéztek, ott ég egy tűz, és amíg kell bejutni, amit ennek a kapcsolónak a segítségével tehetünk meg. Ez olyan, mint a manapság is vannak már így a 2000-es évek. Ezek már a 2010-es évek ráadásul. Tehát elterjedtek az ilyen automatikus kandallók. Szóval most azzal a helyzet, hogy elrontottam. És újra kell kezdenem. És most ki fog engedni ez a kő valahova, vagy így örökre itt maradtam. Hát pacsárékoltam itt egy fél szívet, mint egy hülye idióta. Na, de a lényeg az, hogy egy kis vékony pallon kell itt végigmenni, mert különben nem érek oda. Meg persze akkor sem érek oda, hogyha leesek, mint ahogy láthattátok itt az előbb. Jó, hát akkor ezt most hagyjuk. Megint az lesz, hogy az előbb, így gyakoroltam. Figyeljetek, gyakoroltam. Látjátok, mennyit gyakoroltam? Szóval, hogy a gyakorlás közben így minden elsőre sikerült. Teljesen büszke voltam magamra. Gyere, te állat. Most ezt ki akarom adni, adjon szívecskét már a végén, amikor kivágjuk a... Na, mindegy, akkor szarok rád. Szóval örülnék a harmadszorra, most már rábírnák, végigmennék benni azon a szaron. De figyelj, legalább van content a videóban, nem 5 perc alatt leszünk meg már megint, meg az egész játék végigjátszása 500 rész lesz. Bár ezek után, hogyha ezt végre sikerülne odáig elmennem, akkor úgy érzem, hogy már ugye a végigjátszásba tartanánk valahol. Most ez a rohadt tetű lelök. Úristen! Na. Szóval azért kellett idejönni, mert tudod, mit kapunk? Egy nagyon borzasztó magyarót! A Metal Hammert! Ez az, a Metal Hammer régen volt olyan újság, és ennek most megkaptuk egy kulcstartóját, amit meg lehetett rendelni a Budapest 676-os postafiók. Most számról, gyere vissza, te rohadék! Szóval, ezért a Megaton Hammeré jöttünk, és a múltkor is erre mentem vissza, és rájöttem, hogy erre hosszú. Szóval, ezzel a kalapáccsal olyan helyre juthatunk el, mint idáig még soha, például a Seychelles-szigetek, vagy a festői szépségű Itália dombjaira mehetünk vele. Azonban, szóval vigyázni kéne a szíveckékre. Na látjátok, hogyha ide megyek, akkor kicsit lemegy az a kis fos. Nem nagyon tudok ma sem kommunikálni. Mi nem fog kelleni, az így nem fog kelleni ideig. De nem így gyakoroltam, úgyhogy ez így nem lesz jó. Szóval ezt rakom ide. Ezt meg ide. Megszoktam a kiosztást, és nem akarom, hogy bénáztam már eleget így is felvétel közben. Igen, szóval ez a Metal Hammer, ez arra jó, hogy át lehet rendezni a lakást. Én is, amikor ide raktam a fotelt a sarokba, akkor pont ilyet használtam. Aztán visszamentem az IKEA-ba, hogy... eltört a fotelom. Ezektől megőlök. Tessék, most is kardoztam, és én haltam meg. Nem szép dolog ez. Szóval vigyázni kell a szívecskékre, mert hogy a végén ez kelleni fog. Itt meg le kell nyomni ezt a tuskót, vagy mit. Ezt az oszlopot, és ettől kialakul egy... Hát, fogalmazunk úgy, hogy... nem mindenki számára használható lépcső, tehát ezzel a lépcső még én is úgy mennék le, hogy bokaficamom lenne, és amúgy már volt, nagyon kellemes. Ne próbáljátok ki.
És igen, itt fontos, hogy lehozzuk ezt a kis ládikót. Mert ez egy olyan rugós gomb, ami nem működik be magától. Hol vagyok? Mi történik? Jó, hogy az egyébként pár órája játszottam ezzel egy kicsit, hogy mégis tudja, hogy mi van, de már nem emlékszem. Úgyhogy ez biztos nagyon élvezetes lesz. Á, jó van, ez még megvan. Most itt a rozsdás, itt a Navi megint elkezd okoskodni. És nem kezdetted. Navi, fejlődőképes vagy. Nem hiába küldtelek... Komolyan? Most próbáltalak megdicsérni, azt hittem volt értelme a pszichológusnak, meg a pszichodráma csoportnak. Azt hittem, hogy innentől kezdve minden megváltozik, de nem figyelsz rám! Na mindegy, lépjünk ezen túl. Na, ezért kellett volna, mondom, rossz... Rossz itt a izé. Ez kell nekem. Zenélni kell, ott egy kék kocka, ami ugye mindig azt jelenti, hogy... Hogy zenélni kell. A muzsika hangjával megtörhetjük az ellenfél varázsát, közben beszarik a gépem. Az időutazás energiaigényes dolog, azért szaggatott be az egész. Milyen jó irányba álltam. Meg milyen jó, hogy a kamerát nem látom hol kellni. Na. Szóval most ezáltal ide át tudok menni. Itt van még egy kapcsoló. Navi! Ott egy rozsdás kapcsoló, de érdekes! Ú, de kár, hogy nem a Navit találtam el. Kéne egy olyan mód, ahol a Navit lehet ezzel a Metal Hammerrel kinyírni. Még mielőtt valaki egyébként azt hinné, hogy nem tudom, hogy Megaton Hammer van odaírva, meg úgy hívják, direkt mondtam azt, hogy Metal Hammer. Fel vagyok készülve az ilyenekre. Na, Speak, a magyar rapper. Ki engedsz? Igen, menjél már az összes krumpli barátodat, elengedtem a francba. Van... Tudom, azt mondja, hogy van egy rejtett ajtókín. Kösz. És a Special Crop, ami nem tudom, nem bírják azt mondani, hogy bomba, mert félnek. Félnek a pejoratív következményektől, hogy mindenki azt fogja hinni, hogy terroristák. Na mindegy, itt van még. Találjátok, ki van itt. Kulcs. Izgalmas, nem? Nem, egyébként ezt a pályát is már élvezem, annak ellenére, hogy egész nem tudom, miért nem vagyok annyira nem lelkes. Van kedvem játszani, pedig csak egy tök, így fejeztem be az előző videót is. Remélem mindenkinek tetszett. Szóval valahogy ilyen álmos vagyok. Hát jönni fog ilyen tűz. Azért. És értékelném, ha lenne szívecske valahol. De nyilván nincs. Mert... Miért? Itt is válság van? Hova megyek? Jaj, úgy élvezem én a strandot, mert a tűzfalaktól meghalok. Ó, ja, de jó fele megyek, jó. Az anyád, picsáját! Na, köszönöm szépen, ez egy nagyszerű akció volt. Ezek a rohadt derevérek egyébként mindig kinyírnak, egyfolytában. És egyébként ezt a kulcsot meg azért kellett felvenni, mert itt le még kell. Nyilván csaltam is. Igazából... És... Nem tört ki a lábam. Ez egy pozitív fejlemény. Na hát, ott van ugye, ott már voltunk. Vagy megint a főellenség előszobájában. Majd amikor legközelebb ti is idejöttek a főellenség előszobájába, ne felejtsétek el megtörölni a cipőtöket. Mert különben soha többé nem hív meg vendégségbe titeket a Volvo sárkány. És előző élményeim kapcsolatban nagyon finom kolbász süt. Mustárral, tálalja általában meg zuhanó lávakövekkel. A kurva anyádat! Bocsánat. Szóval itt is át kell rendeznünk a lakást. És így ezen, ez a zsugorító Metal Hammer. Ilyen kis homokszemek kialakulnak át a kurva nagy kövek, amiket évszázadok munkájával, olcsó rabszolga munkával vettek rá valamit, hogy nem tudok. Most, de most komolyan, mikor kéne ütni? Túl korán ütök. Ne szopassatok. Az anyátokat. De ezek a csigák meg gyávák. Jó, hát ezeket a teremvéreket komolyan...
hogyha azt akarnák valakik, hogy ezt a játékot ne tudjam végigjátszani, akkor rakják tele a denevérekkel is, és kész vagyok. Na, még ezt a kis majmod itt a... Még... Jó, van ott csomó sprite-ot! És amíg van, itt vagy te. Akkor nagy a szád. Az én szám is kúra nagy, az a baj. Lehet, hogy a Z-targeting jó lenne, de engem az mostanában összezavar. Ó, varázslatos hang, kinyílt az ajtó! Utálom a tüzeket! Ó, nem. Jó, eddig egy szívecske minusz. Nem rossz. Itt vagyok megint a Metlaki kiállításon, ahol sajnos a 5 Metlaki versenyző nem volt megelégedve azzal a helyezéssel, amit Kiszel Tunde és Bíró Ica alakított a zsűri eredmény hirdetése után kaptak. Ezért. Ja, és elmondanám, hogy ezt megfeleltem kinyírni a izébe, ez a szarra, és tök vicces, hogy odahúz magához. És igazából így nehezebb kinyírni, mint a nyillal. De ez legalább ingyen van. És legalább nem csinálom mindenhol a legegyszerűbb megoldást. Jó, adsz valamit? Ó, piros pénz. Nagyon jó. Hát, hogyha már valaki itt van, végismerős, akkor foglalkozunk ezzel. Úgyis, már olyan rég volt videó, és lehet, hogy megdisztroltál Golden Skulltullát! Volt olyan videó? Biztos volt olyan videó, ami ez nem volt benne. De hát attól függetlenül még mindegyik videót értékelni kell, mint a Root kiskacsát. Vagy mi? Fasz. Na, itt a kedvencem. A faszfej Jani. Akit már... Ugye itt... Ilyen, én is ilyen kis hülye vagyok, úgyhogy próbálok nézegetni néha videókat, amikor nem tudok valamit megcsinálni, és... Nem csináltam semmi hülyeséget az előző végigjátszásban, így kellett volna kiírni. Csak nem voltam elég hatékony az utána futkosásban, amit azóta már úgy érzem olvasoltam. Meg ott mindenki, vagy hát ilyen bombával szokták kinyírni, de nem tudom, ne a hookshot, ez a világ. A hookshot azt szerintem sokkal hatékonyabb fegyver, mert mindig eltalálja. Most merre mész? Jó, akkor meg erre. Szóval az a lényeg, hogy mindig ellenkező irányba kell futni. Persze meg nem ártam, hogyha látnám. Tűzön keresztül nézem a harcot. Jó, mi? Na, most elleszek egy ideig. Na, visszamegy inni, vagy mi? Tűzgőt enni. Mi történik? De nem, azért, megint nem akarok panaszkodni, mi van ezzel a kontrollerrel, de megint nyomkodtam a balra a C-gombot, ami nekem egy analóg stickre van beállítva. És hát úgy alakult, hogy ezt a Metal Hammert kezdte használni, amit kurva nem értek, hogy miért van. Fő nem ásszál. Te meg állítsd le magad. Ó, most már boldog vagy? Elvesztettem még egy... I give you my heart. Most, ez meddig lesz így most? Bomba kéne neki? Aha, ez se rossz. Ez a Metal Hammer is egész sok dologra jó. Szóval csak nem szabad engedni, hogy el kelljen körbenni, mert akkor megint bombába kéne kinyírni. Na, látjátok? Ez már sokkal simább van, mint az előző, azért nem teljesen, de... Végre? Mi van benne? Lego? Igen, azt hittem volna, hogy végre itt lesz a boss key, vagy valami értelmes dolog. De már nem tudom, mi van benne, úgy... Nyisd ki a... Ja, rossz helyen vagyok, jól értem. A bomba! Tartom bombát. Jó, és akkor itt kéne lenni még egy ajtónak. Ahol van egy... Krumplifej uraság, akinek nagyon cicomás ládája van. Jaj, várj már. Ez is a Metal Hammer kell. Ez a Metal Hammer egyik, ez a játék következő részében is biztos nagyon fontos lett, de a következő főellenség a Volvo-nál mindenféleképpen. Szia Béla! Ki engedsz? Mehetek? Igen.
menjél be a Big Brotherbe, jelentkezzél. Nem megyek a Big Brotherbe, te köcsög. Hát, az egy rossz műsor. Na, annyira nem rossz. De Link, nem hiszem, ilyen kisfiú, elvennék az íját, nem lehet bevinni fegyvert. És mindig csak ilyen hülye hangot adnak ki, hogy mi vagy, nem is tud beszélni. You found the key to my heart. Szóval megvan a boss key. Úgyhogy most nem is tudom, hogy mióta vagyunk itt ebben a videóban. De jó lenne, ha valaki megmondaná, mert lehet, hogy belefér, de lehet, hogy nem. Nagyjából, hogyha jól tudom, na mindegy, akkor legyen az, hogy még mielőtt elvestek több sívecskét, az lesz, hogy ide szépen bemegyünk. Felhasználjuk a szívem kulcsát ahhoz, hogy kinyissuk ezt a nagyon félelmetes lakatot. És bejöttünk a Volvo főhadiszállására. És én úgy érzem, hogy lehet, hogy ez nem lett a leghosszabb videó, de hogyha még itt nagyon elbaszom, akkor meg szar lesz. Szóval találkozunk a következő részben. De még miatt oda mennénk, tessék mindenki szétiszed. Itt fog játszódni a következő rész. Találjátok ki, hogy mi lesz. Hogy abból a kis lyukakból mi fog kijönni. Lehet, három lehetőségetek van. Ki fog jönni egy... kóla automata. Egy... ventilátor. Vagy egy sárkány. A kommentekben kérlek, ne írjátok be egyiket se. Meg egyiket se. Sziasztok!